levegőminőség változásait extrém esetben mindenki azonnal érzékeli, elég csak a füstre gondolnunk. Azonban a szállópor apró méretű szilárd és cseppfolyós alkotói a legtöbb esetben rejtve maradnak érzékszerveink előtt. A levegőben szállópor 10 mikrométernél kisebb részecskei akkor válnak csak láthatóvá, ha azok leülepednek. A lebegő részecskék tartós belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat. A légzőszervi megbetegedések jelentik a harmadik leggyakoribb halálokot az Európai Unió tagállamaiban. Nem véletlenül építettek ki egy közel 3000 mérőállomásból álló hálózatot, amely többek között éppen ezt a paramétert vizsgálja. Hogyan függ össze a levegőben található szállópor mennyisége a közlekedési hálózat sűrűségével? Többek között erre a kérdésre keresték a választ a Szegedi Tudományegyetem geográfusai. Körülbelül 1 kilométeres zónán belül még kimutatható a porkoncentráció növelő hatása a közutaknak, tehát az autóutaknak, autópályáknak. Érdekes eredmény volt számunkra, hogy az autópályák különösen a város környéki zónákban mutatnak statisztikailag kimutatható összefüggést a pormennyiséggel, de végül is, ha belegondolunk abba, hogy ezeken az autópályákon az autók gyorsulnak, lassulnak, fékeznek, és a gyorsulás kapcsán a motorjuk is ugye jobban fölpörög, ezért a szennyezőanyag kibocsátás ekkor a legerősebb, tehát a város környéki zónákban az autópályákkal, a város belsejében pedig a normál közutakkal mutat egy erős statisztikai összefüggést a PM10, a 10 mikrométernél kisebb por mennyisége, de nagyjából 1 kilométeres zónán belül. A vidéki területeken viszont már szélesebb az a zóna, amiben kimutatható hatása van a közlekedésnek, ez olyan 3 kilométert is eléri. A kutatásról megjelent tanulmány első szerzője a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének első éves doktorandusz hallgatója, Szejede Mermánzár Szorab, aki hazája táj- és környezettervezési gyakorlatában is hasznosíthatónak tartja a Stipendium Hungaricum ösztöndi által támogatott kutatása eredményeit. Iránból érkeztem, ahol az egyik legfontosabb környezeti probléma a levegőszennyezettség, és annak hatása az emberi egészségre. Éppen ezért a témavezetőmmel, dr. Szilassi Péterrel a 10 mikrométernél kisebb részecskékre koncentráltunk a kutatás során. A kutatás talán legmeglepőbb eredménye az a tény, hogy a sűrű vasúthálózat kifejezetten javítja a levegő minőségét. A városokban a mérőpontok akár 3 kilométeres körzetében is érvényesül a vasúthálózat jótékony, szállópor koncentrációt csökkentő hatása. Ez azzal magyarázható, hogy a villamosított vasúti szerelvények mozgása révén menetszél keletkezik, amely ventilációs folyosókat képez a városokban. A tudósok digitális térképeket használtak fel vizsgálataikhoz, melyeket a földrajzi információs rendszerek kínálta eszköztárral, geoinformatikai szoftverekkel elemeztek. Viszonylag egyszerű a mostani modern technikával már ezeket a egymástól független digitális adatbázisokat egységes földrajzi koordinátorrendszerekbe illeszteni és összemetszeni egymással. Olyan összefüggéseket tudunk ezáltal vizsgálni, amelyekről korábban álmodni se tudtunk. Mondhatom azt, hogy a földrajzi információs rendszerek olyan új perspektívákat, új horizontokat nyitottak meg a földrajztudomány, a földrajztudósok számára, amelyekről korábban álmodni se tudtunk. Ennek a jelentősége talán a csillagászatban a távcső felfedezésével mérhető össze. A földrajz egy olyan tudomány, ami nagyon komplex, összetett összefüggéseket elemez. Így van, ez egy tipikusan földrajzi probléma, mert ugye például a szállópor mennyisége függ a talajtípustól, az időjárási helyzettől, a beépítettségtől, ahogy mondtam, a kibocsátások, források térbeli rendszerétől, és a földrajz egy tértudomány. Tehát, hogyha ezeknek az összefüggéseknek a rendszerét nézzük, akkor abba bízunk, hogyha ezt a kutatást folytatjuk, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy milyen súllyal vesz benne részt a fűtés, tehát a háztartási tüzelés, az ipari üzemeknek az kibocsátása, a közlekedés, a mezőgazdasági területekről jövő szállópor, és ez alapján egy olyan modellt tudunk bemutatni, ami a várostervezésnek nagyon konkrét adalékokkal szolgál. A konkrét tervezésben ezt úgy tudjuk adaptálni, hogy meg tudtuk mondani azt a hatásterületet, amikor ez a hatás érvényesül.
Ha tehát például mondjuk egy óvodát kell tervezni egy városba, vagy egy játszóteret, vagy egy öregek otthonát, ahol azért nagy a kitettség az embernek, akkor lehet gondolkodni egy 1 kilométeres zónán belül, hogy oda érdemes növényeket ültetni, de azon túl már konkrétan arra az új objektumra, mondjuk egy játszótérre már nincsen hatása. Az ott játszó gyerekeknek az egészsége nem lesz abban jobb, hogyha most 1 kilométerre távolabb ültetünk egy fát, az már másik környékre lesz hatással. Tehát itt van a gyakorlatias hasznosítási lehetősége a földrajzi ismereteknek és a földrajzi információs rendszernek.